Lezárult a kampány, amit a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, a Kisalföld szerkesztősége és a Győri önkormányzat indított. A cél a daganatos betegek segítése volt. Az eredmény pedig több mint 50 millió forint, melyhez olyan emberek is hozzájárultak, akiknek szintén jól jönne a segítség, mondta Garamvölgyi Imre. Nagy öröm ez a Kisalföld részére, hiszen gyakorlatilag egy olyan összefogást tapasztaltunk itt a megyében, amit eddig még szerintem civil kezdeményezés nem nagyon tapasztalhatott. Tudni kell, hogy ebbe a kampányba közel 7500 ember adta a nevét, 7500 ember vállalta a nevét és úgy adományozott pénzt. Ezen kívül még számtalan olyan ember is volt, aki a nevét nem vállalva adakozott. Sokszor olyan emberek nyújtottak segítséget, akik önmaguk is segítségre szorultak volna, úgyhogy nagyon megható kampány végére értünk. A kórház jelezte felénk annak idején, hogy szükségük lenne ezekre a berendezésekre, mi pedig melléjük álltunk, megkerestük a városházát, akik szintén első szóra a kezdeményezésünk mellé állt. A polgármester úr biztosított bennünket, hogy teljes mértékben támogatják ezt az eseményt, és 20 millió forinttal véglegesen hozzájárultak a költségeinkhez. Ez pedig már az onkológiai osztály, ahol elkélt a segítség. A kórház főigazgató főorvosa elmondta, az onkológia 5 évvel ezelőtt költözött új helyre, utána kapott egy új besugárzó állomást, és rengeteg fejlesztésen túlesett, de van még mit tenni, hiszen ez az az osztály, ami minden 6. beteget fekvőbetegként lát el. Az 50 millió forint feletti érték az már egy regionális centrum életében is nagy, hát még hogyha civil támogatásból jön. Azt kell erről tudni, hogy ez nagyon-nagyon sok embernek, csak nem 10 000 embernek a hozzájárulása ahhoz, hogy egy kicsit jobb legyen az intézményben néhány dolog az onkológiai daganatos betegek ellátásánál. Az az osztály, amelyik minden 6. betegünket látja el fekvőbetegként, az egy nagyon nagy forgalmú osztály, nagyon sok beteg gyógyulását hozza, vagy legalábbis átmenetileg meg tudja oldani. Ez az osztály egyébként 5 évvel ezelőtt egy nagyon szép új helyre költözött, azt követően egy nagyon szép új besugárzó állomást kapott, rengeteg fejlesztésen van túl, mégis elfér ez az 50 millió forint. Az adományt a betegbiztonságot, a betegellátást és a betegek kényelmét szolgáló eszközök beszerzésére fogjuk fordítani, tette hozzá dr. Tamás László János. A Győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház onkoradiológiai osztályának vezető főorvosa azt is elmondta híradónknak, hogy egy konkrét céllal indult a kampány, mely aztán felülmúlta az elképzeléseket. Az egészet úgy indítottuk, hogy konkrét elképzeléseink voltak. A minimális cél az volt, hogy egy olyan eszköznek a beszerzése, amivel a kemoterápiát kísérő hajhullást meg tudjuk előzni. Ez Magyarországon ilyen készülék nem nagyon működik, még ez nem is finanszírozott, nem is sehol a világon nincs finanszírozva ennek a beszerzése, működtetése, de ezért nagyon sokat tudunk segíteni, főleg az emlőrák miatt kemoterápiai részesülő hölgybetegeken, hogy nem fogják elveszíteni a hajukat. Az egyik fontos dolog, a másik a sugárterápia fejlesztése és annak a körülményének a javítása. Olyan beavatkozások, amik eddig fájdalmasak voltak, most fájdalommentesen tudjuk majd biztosítani a betegek számára, fokozni tudjuk a sugárterápia biztonságosságát és pontosságát olyan területeken is, ahol eddig még ez egy kicsit nehezebben volt biztosítható, végtagi daganatok, nagyobb hasüli daganatok kezelésénél pontosabban tudjuk a betegek fektetését megoldani. Ebből az összegből komfortos közeget tudunk teremteni a betegeknek, továbbá a társosztályok számára is tudunk segítséget nyújtani olyan alapvető onkológiai betegek kezelésében használt eszközök beszerzésével, amelyek eddig hiányoztak. Zárta gondolatát az osztályvezető főorvos.